Gazdasági sikert Magyarországon a gazdasági semlegesség hoz majd, mondta Orbán Viktor a Somogy vármegyei Köcsén. A kormányfő a Polgári Magyarországért Alapítvány által évről évre szervezett köcsei találkozón úgy fogalmazott, új világgazdaság jött létre az elmúlt időszakban, ehhez alkalmazkodni kell, és új gazdaságpolitikára van szükség. Barna folytatja első vendégével. Köszönöm szépen, Palóc Andréval folytatjuk a témát. Nézzünk bele részletesen a dolgok mögé. A századik vezető elemzője, üdvözlöm. Üdvözlöm, köszöntöm a nézőket. Gyakorlatilag joggal számolhattunk arra, hogy a miniszterelnök úr a gazdasági témákkal indít, és azt fogja először, persze sok minden másról is szó volt, hisz Covid után vagyunk, háború dúl a szomszédunkban, ezt az egész Európai Unió megsínyi. Tehát gondolom ez is az oka annak, hogy a gazdaság itt ilyen fontos szerepet kapott. Nehéz a helyzet, mert gyakorlatilag, ha visszaemlékeznek rá, nézzük, a túlsanyosi beszédben már érintette a miniszterelnök, hogy újra, mintha két nap lenne az égen gazdasági értelemben. Ugye nyugat mellett most újra a keleti erők, a keletről a Kína egy nagy kihívást jelent Amerika számára gazdaságilag, és ebben mondjuk úgy, ha versengő rendszerben kell Magyarországnak megmaradnia, ahogy fogalmazott, ez a semlegesség a gyakorlatban azt jelenti, gazdasági semlegesség, hogy egyszerre kell tudni jó gazdasági kapcsolatokat fönntartani a nyugattal, ugye nem véletlen, hogyha megnézzük a legnagyobb működő tőke befektető Németország hazánkban, mint egy több mint 25 milliárd euróval, de utána következik az Egyesült Államok 9 milliárddal, de mellett ott van szintén 9 milliárddal Kína. Tehát látjuk, hogy Magyarország folyamatosan igyekszik, negyedik helyen, meg hozzáteszem, ott van Dél-Korea, folyamatosan igyekszik egyszerre a keleti gazdasági kapcsolatokat is építeni, de nem a nyugatiak kárára. Ez azért nagyon fontos, mert közben érezzük, hogy az Európai Unió is most már kilátásba helyezte, hogy akár Kínával kapcsolatban bizonyos kereskedelmi szankciókat, vagy kereskedelmi, mondjuk úgy, hogy hát nehezítéseket alkalmazna, és hát Egyesült Államok is Kínával kapcsolatban már régóta folytat egy gazdasági, mondjuk úgy, hogy versengést, egyesek háborúnak szokták hívni gazdaság értelemben, de azt gondolom, hogy ebben a helyzetben utalt rá a miniszterelnök, hogy Magyarország érdeke, hogy ezt a típusú gazdasági semlegességet és erős gazdasági növekedést ezt meg tudja őrizni. Az ellenzék szokta, és nem akarom politikai síkra elvinni a beszélgetésbe, hát minden politika egészen nyugodtan mondani. Köszönöm, hogy a gazdaság, magyar gazdaság romokban van, a gödörmény, stb. Hát, hogy megnézem, miniszterelnök úr is célzott rá, hogy a magyar gazdasági növekedés az uniós rangsorban az első harmadban van. Lehet ilyeneket mondani, mindenfélét elbír a papír, meg a különböző közösségi média felületek, de beszéljünk a tényekről. A magyar gazdaság valóban, ahogy ön is utalt itt rá, hogyha megnézzük a második negyedéves adatokat, az uniós összehasonlításban az első harmadban van. De ami talán még fontosabb, hogy úgy van az első harmadban, hogy látunk öt olyan gazdaságot, ahol gazdasági visszaesés volt ebben a negyedévben, tehát a második negyedévben. Öt olyan uniós gazdaság, köztük a legnagyobb németországé is, visszaesés produkált. Tehát úgy mennyivel esett vissza pontosan? Ott 0,2-0,3%-os a visszaesés, de hogyha megnézzük, akkor még négy olyan országot találunk, Észtország és Finnország is köztük van, de éppen Ausztria is gyakorlatilag nullás, tehát se nem változott pozitív, sem negatív irányba, de nem tudtak érdemben növekedni. Ausztriával kiegészülve pedig hat olyan országot találunk, ahol nem volt gazdasági növekedés. Most ebben a rendszerben kell nézzük azt, hogy Magyarországon a növekedés az úgy áll, hogy az első harmadban tudott lenni, és a mostani föltételezések és kormányzati cél szerint is a következő évben, tehát 2025-ben 3-5% közé kell tenni, vagy legalábbis törekedni kell rá, hogy a növekedés már akkora legyen. Látható módon a kormányzat most előkészít, tehát több olyan intézkedést, erre utaltak is már korábban a megszólalók, hogy ugye most azt tervezik, hogy milyen kormányzati programokkal sikerül majd élénkíteni a gazdaságot jövő évre. A miniszterelnök az egészségügyről is beszélt, igen, és megemlített egy számot, hogy 8000-rel több orvos dolgozik idehaza, mint 2010-ben. Ez annak az oka, hogy nyilván az orvosok és az egészségügyi dolgozók bérét is rendezték, valamint gyakorlatilag a munkafeltételek is javultak. Én ilyenekre gondolok, de hát ön a szakértő. Hogy esetleg, hogy ilyet is olvastam valamelyik kommentben, szavát felejts, hogy mivel rendezték a béreket, hogy hazajöttek. Hát egy részük nyilván. Valószínűleg találunk ilyenre is példát, de hogyha rendszer szinten vizsgáljuk a kérdést, akkor valóban szerintem két-három nagyon fontos tényező van. Az egyik az az, hogy jelentősen növekedtek a bérek.
az egészségügyi szektorban az elmúlt évek során. A másik az az, hogy számszerűsítve, hogyha megnézzük, akkor valóban 2010-hez képest, tehát amióta átvette ez a kormányzat, ez a politikai vezetés az ország irányítását, azóta lényegében 8000-rel több orvos dolgozik, és valóban elindult, különösen a vidéki kórházakban ez nagyon szemléletes volt, hogy egyfelől elindult egy felújítási program, tehát rendkívül sok kórházat felújítottak, másodfelől pedig, és ezt is érdemes hozzátenni, azért itt volt egy vita korábban, hogyha tudom, hogy nagyon régen volt, és talán nem is annyira elegáns már visszahozni, de azért mégiscsak 2010 előtt arról szóltak a viták, hogy be akartak zárni kórházakat. Most pedig azt azért... Volt is rá példa, most pedig azért azt látni, hogy számos kórházat felújítottak. És a miniszterelnök is utalt rá több válaszában, amikor a sajtót kérdezte, hogy ez nem azt jelenti, és félreértés ne essék, én sem azt állítom, hogy a helyzet tökéletes, és nincs mit tenni. Évről évre a kormányzat tesz azért a forrás növekedésével, illetőleg további béremelkedéseket helyeztek kilátásba. Tehát évről évre tesznek azért, hogy a helyzet minél inkább javuljon, és nyilvánvalóan van még teendő, ezt senki sem állítja, de azért az igencsak méltatlan, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a kormányzat semmit nem tett volna, hiszen azért van pár olyan mutató, ami magáért beszél a tekintetben, hogy milyen eredményeket tud ebben az ágazatban felmutatni a kabinet. A miniszterelnök urat a Köcsei beszéde előtt megállítottak a újságírók is. Igen. Megállt és válaszolt mindenkinek a kérdésére. Föltették meg ezt a kérdést többek között, hogy hajlandó-e Magyar Péterrel vitázni. És mondta, hogy hát tekintve, hogy Magyarország tölti be az unió soros elnökségét, és az Európai Parlamentben ő föl fog szólalni. Igen. Mindenki viselőnek rendelkezésére áll. Ugye, hogyha ha visszaemlékeznek rá a nézők meg szerkesztő úr, akkor pont itt ültünk pár nappal ezelőtt, és arról beszéltünk, hogy Magyar Péter nem ment be az első bizottsági munkanapjára az Európa Parlamentbe. Szóval innen nézve a kérdést megkérdezhetjük úgy, hogy Magyar Péter vajon bemegye a munkahelyére az Európa Parlamentbe legközelebb, mert akkor erre valóban lehetséges mód. A miniszterelnök utalt rá, hogy mindenkinek áll elébe, aki az Európa Parlament képviselője, nyilvánvalóan különbségtétel nélkül, ő, ahogy a soros elnökséget betöltő ország miniszterelnökétől ez elvárható, mindenkinek áll a rendelkezésére, de hát ennek az is feltétele, hogy a másik fél az elmenjen a munkahelyre, és ott felvegye a feladatot. Érdekes, kíváncsian várjuk. Ha össze kellene foglalni két-három mondatban a Köcsei eseményeket, hogyan tenné meg, hogyan vonna gyakorlatilag mérleget? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb gondolat, vagy a legfontosabb, amit innen érdemes továbbvinni, hogy megváltozott a gazdasági környezet. Látható módon van egy ilyen típusú, mondjuk úgy, hogy törekvés a nyugati országok része felől a blokkosodásra, és ezt nem szabad hagyni. Magyarországnak az az érdeke, hogy erős keleti és erős nyugati gazdasági kapcsolatok lennek meg, politika semlegesen. Itt nem politikai tartalom van amögött, amikor Kínával vagy akár közép-ázsiai országokkal Magyarország erős gazdasági kapcsolatokat épít ki, mert ez minden alkalommal a magyar gazdaság is így, amúgy a magyar választók érdeke. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy például a földgáz beszerzések kapcsán, hogy ott van akár Azerbajdzsán, akár pedig Törökország, mint nagyon fontos partnerek, ezek az energiabiztonság és a gazdasági biztonság zálogai, független a politikai tartalomtól, ezeket meg kell hagyni, nyilvánvaló az újságírók szeretnek ezeken írni, de hát ez a dolgok rendje. Hát van aki. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a megfigyelő figyelmet.